Hagyományteremtő céllal Dombóvár is csatlakozott az autómentes naphoz. Első alkalommal rendezték meg a Dombó Tour kerékpárversenyt Gunarasi Rajttal. Sporttanács ötlete alapján megszerveztük a Dombó Tour kerékpárversenyt, amit igazán azt mondom, nem is verseny, inkább egy élmény túra. Két kategóriában lehetett nevezni, 15-kor indultak a versenyzők, 15-ra 15-kor, akik tényleg csak túrázni jöttek. Az időjárás kegyébe fogadott minket, hiszen, hogy látszik a felvételen is, kiváló idő van, ragyogó napsütés. Azon túlmenően, hogy közösségépítés az elsődleges célunk, nyilván nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak nem csak a gépjárművel lehet közlekedni, hanem lehet gyalogolni és lehet kerékpározni is. Hál' Isten novemberben egyre többen választják ezt a közlekedési módot. Ugyan nem 4 évszakos, és a domborzati viszonyok nem feltétlenül olyanok, mint az Alföldön. Én arra biztatok mindenkit, hogy legyünk minél többen, akik használjuk a kerékpárt. A majd 25 kilométeres távra két kategóriában lehetett nevezni. Mai napon lényegében a dombóvári autómentes napon vagyunk jelen. Ez országos program, egy autómentes hét, amit mindenhol szerte az országban megtartanak. Dombóvár az idei évben annyiban újított, hogy egy helyi kezdeményezés alapján egy Dombó Tour kerékpáros versenyt hirdettünk meg a dombóvári lakosok számára. Ennek 2 fejezete van. Van az élmezőny, tehát a jobbak a felnőttek számára ez a versenyzői kategória, és van egy ilyen hobbi csoport, ahol a családi versenyzés, tehát a családok részvételét tudtuk biztosítani. Ez a kör, ez Dombóvár területén körülbelül 20-22 kilométert ölel fel. A Gunarasi Dombóvár Városi Ifjúság tábora, ez az indulási hely, ahol jelenleg is vagyunk, és ez a célállomása is ugyanennek a versenynek, tehát ugyanide érnek vissza a résztvevők 20-22 kilométert letekerve. Elmennek Gunarasból Dombóváron át a Rákóczi utcán keresztül Kapospulába, ott a vasúti átjárón átmennek Szőlőhegyre, majd a Dózsa-György út vasútállomás Újdombóvár 6. utcán érkeznek vissza. Nagyon fontos, hogy mindenki foglalkozzon az egészségével, minél többet mozogjon, minél egészségesebb életmódot éljen, és hát a napjainkban a környezetvédelem is rendkívül központi kérdés, és erre próbáljuk a mostani alkalommal a mai napon felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy igyekezzünk letenni az autót, és igyekezzünk egy kicsit az egészségünket többet foglalkozni, ha más nem jelképesen kerékpárra ülni, és tekerni egy jót. Az 50 fős mezőnyben minden korosztály képviselte magát. És az elmúlt hetek időjárását nézve nagyon szerencsések vagyunk, hogy ilyen szép időt kaptunk ajándékban még így szeptember végén. Én nagyon örültem ennek a kiírásnak. Már volt egy mountain bike verseny itt Dombóváron, ez az első országúti kerékpárverseny. Én minden ismerősemet arra buzdítottam, hogy jöjjön el, ezt nekünk szervezték itt, és a kis térség volt elsősorban a célközönség. Örülök, hogy ennyien legalább eljöttek a városból, örülök, hogy a túrán is nagyon sokan vettek részt. Érdekes volt olyanokkal versenyezni, akikkel nap mint nap találkozunk, és ugye én amatőr kerékpárversenyzős vagyok, egy nagyon jó rég barátommal tekerünk együtt rendszeresen, itt Dombóvár útjain, és ugye a többiek mondogatták, hogy mert majd mi. Szándékosan nem akartunk ebből kimondottan versenyt csinálni, de hát volt más, aki meginduljon, úgyhogy kénytelenek voltunk mi menni. Nagyon jó volt a hangulat. Igen, azért elég szép kis verseny kerekedett belőle, azért egy 37-es átlagot ezen a 20 kilométeren összehoztunk, és azért meg kellett küzdeni, hogy a dobogóra fölállhassunk, de szerintem mindenki nagyon élvezte, mindenki megtalálta a maga kis csapatát, baráti körét, akivel együtt végigtekerhet. Kivéve talán a harmadik, ő velünk jött, és hát ugye nem szerettük volna elhozni a célig, így kénytelen volt egyedül betekerni az utolsó 4 kilométeren, de elismerés neki is, nagyon ügyesen tekert együtt velünk. Nagyon élveztem, nagyon jó volt. Ez volt az első ilyen versenyem, már mind ilyen kerékpáros, de szerintem nagyon szuper volt, és jó volt úgy közlekedni, hogy le van zárva minden, és az út közepén tekerettél. A szervezők és résztvevők közös célja, hogy felhívják a figyelmet a kerékpáros közlekedésre és az autók használatának csökkentésére a mindennapokban, és remélik, hogy jövőre sokkal többen fognak részt venni.